A Vízilabda Sportegyesület az elmúlt szezonban a várakozásoknak megfelelően teljesített. A tisztes helytállás érdekében a nyáron elkezdték a felkészülést. Júliusban pedig 3 hetes toborzótábort hirdettek, ahol elsősorban az alapokkal ismerkedhettek meg a résztvevők. A tábor kedvező fogadtatásra talált, ennek hatására többen jelentkeztek a szakosztályba, így a klub igazolt sportolóinak létszáma elérte a 40 főt. A szakvezetés kizárólag félegyházi gyerekekkel foglalkozik. A vidékbajnokságokban nem csak a serdülő csapatokkal vennének részt, azt tervezik, hogy a 2003-ban született gyermekek is önálló csapattal nevezhetnek. A következő kérés ugyanúgy, mint tavaly is az országos vidékbajnokságban. Ezen belül 3 korosztályban is szeretnénk megint indulni. A serdülőknél tavaly is 14 csapatos volt a bajnokság. A gyermek 1-es korosztályban a 24 és 6 fős csoportok, a 6 csapatos csoportok voltak, és indulni szeretnék a legelső kezdő csapattal, a 2003-as születésűekkel, mert ebből vagyunk szinte a legtöbben már, tehát a teljes kezdőket szeretnénk elindítani a bajnokságban, és ezért is próbálunk minél több mérkőzéseket játszani, nem csak egymás között, hanem idegen csapatokkal is. A sportegyesület arra is lehetőséget biztosít, hogy a legsikeresebb válogatott játékosok bemutató edzéseken, kötetlen hangvételű rendezvényeken mutassák be a sporták szépségeit. Korábban ellátogatott félegyházára Gyarmati Dezső, Kósz Zoltán és Faragó Tamás is. Ráadásul augusztus végén a világ legjobb játékosának megválasztott 3-szoros olimpiai bajnok Kis Gergely is részt vesz az egyesület edzőtáborában. A szakvezetés abban bízik, hogy ez is a jó eredmények elérésére sarkalja a gyerekeket. Erre minden esély megvan, mivel a vidékbajnokságokon olyan nagy hagyományokkal rendelkező egyesületek csapataival is szoros mérkőzéseket játszottak, mint például a Szentes, a Szeged és a Békés Csaba. Az, hogy minél több csapatnak partnerei legyünk, ez már meg is valósult a tavalyi évben. Ugye a tavalyi évben a serdülők 5-ek lettek, a gyerekek is 5-ek lettek, és partiba voltunk mindenkivel. Volt, amikor megvettük az első helyezett Békés Csabát, aki ugye felnőtt országos csapattal rendelkezik, vagy egy Szegeddel, egy Szentessel. Nagyon jó kis meccseket játszottunk. Félegyházán 2008-ban indult a vízilabda oktatás, akkor még mindössze 5 gyermekkel. Az elmúlt években számos toborzó tábort szerveztek, de a város oktatási intézményei is támogatásukról biztosították az egyesületet, amely önfenntartó formában működik.